Pár száz fős tüntetést tartottak a diákok, melynek során a március 15-e térről a Clark Ádám térre vonultak. Itt vagyunk az Elég a lenézésből című diák tüntetésen. Téged miben bánt a lenézés, miben tapasztalod ezt? Hát leginkább talán abban, hogy rengeteg fiatal tanárom van, és nagyon látom rajtuk a motiválatlanságot, mert ezzel a fizetéssel és ezekkel a körülményekkel Magyarországon nem lehet tanítani és nem lehet tanulni. Hogy egy demokráciában élünk, és ettől függetlenül semmit nem számít az, hogy mi hogy érezzük magunkat a mindennapokban, hogy a szavunk nem ér semmit, hogyha problémáink nem valós problémaként vannak kezelve, felnőtt emberek kiállnak a véleményük mellett, és el van bagatelizálva. Én azért vagyok kint igazából, hogy kiálljak önmagamért, és kiálljak a generációmért, hiszen mi leszünk a következők, akik igazából, hát hogy is fogalmazom, uralni fogjuk ezt az országot. Szabad ország, szabad oktatás! Szabad ország, szabad oktatás! Sajnos az idő kifogott rajtunk, nagyon kevesen vagyunk még jelenleg, remélem minél többen leszünk, mi megpróbálunk oda tenni mindent, amit lehetséges, ugyanúgy motiváltak leszünk, ugyanúgy előadunk mindent, amit tudunk, és hát reméljük a legjobbakat is. Na, mindenkinek köszönjük, aki kijött azért ilyen körülmények között is. Nincs tanítás! Nincs pénz! Nincs tanítás! Nincs pénz! Nincs tanítás! A tüntetésről magaslati felvételt készítettünk a Gellért hegyről. Clark Ádám térre érve, a diákok lelógottak egy kockás zászlót az alagút tetejére. Majd szétérték a nemzeti alaptantervet jelképező kartont. A NAT akadályozza a modern oktatást, és megfosztja tanárainkat a szakmai és szellemi szabadságuktól. Ezen a téren csak romló tendenciát látunk, gondoljunk csak a 2020-as módosításra. Ezt mi, mint tanulni vágyó diákok, erősen elutasítjuk. Végül bankjegyeket dobáltak le, melyeken Pintér Sándor feje volt látható. Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! A legjobb érzés röptében állt.